Balaton 3 év szünet után ismét megtelt a Rév Magyar Kultúra Háza zenekedvelő komáromiakkal, és nem csupán hallgatókkal, hanem zenészekkel, akik évek óta, sőt évtizedek óta a zenével élnek. Tudsz, skoro všetci muzikanti, čo volakedy hrali ako zábavných podnikov. Itt vannak azok a zenészek, akik azelőtt szórakozó helyeken játszottak, itt Komáromban. Annak idején működött az Európa szálló, a Pokol étterem, a Centrál szálló vagy a Kristály, és a többi hasonló szórakozást nyújtó helyek. Ezek a fiúk most non-profit akció keretében jöttek össze, vagyis a rendezvény mindenki számára ingyenes. Nem kell öltönybe bújni, csak így lazán öltözve szórakozunk. A régi zenészek találkozója ez, és azért találkozunk, mert már abban a korban vagyunk, hogy évente 4-5 zenész távozik közülünk, valahol fel, a mennyországba, és mindazokért, akik már nem lehetnek itt, egy gyertya ég, rájuk is emlékezünk. Volt egy Shovels nevű banda, amelyet 10 év múlva Modifik néven ismertek, vagy például a Paradox, melyben útszintén játszottam, de említhetem a Moszkitót vagy a Lorcot. Most hirtelennyében nem jut más eszembe. Azért jó, hogy a zenészek végül is nem mindig tudnak találkozni, ez a probléma. És azért legalább egy napot, egy évben egyszer szálljunk arra, hogy mégiscsak összejönjünk, mert végül is mindig a hétvégén szokunk játszani, általában az egy be van futva. Szeretném, hogyha ez meghonosodna további a jövőben, hogy ez így történjen, és a barátok így összejönnek, a sok zenész a környékről. Pozsonyból jött egykori komáromiként Karol Morvai, aki sokáig játszott Janko Lehockýval a Móduszban. Most pedig a saját blues együttesével érkezett. Örömömre szolgált, hogy elfogadta a meghívásomat. Prijali ako moje pozvanie. Mindenki azt kérdezte, te hivatásos zenész vagy? Kiket hoztál magaddal? Munkásokat, mondtam. Megőrültél munkásokat? De valóban, ők dolgoznak, de szeretik a zenét, és már 7-8 éve együtt játszunk, és kitűnőek. Nagyon elégedett vagyok. Örülök, hogy Donki meghívott minket, engem és a csapatom, és most nagyon igyekszünk. Több mint 30 évvel ezelőtt zenélt Komáromban. A szombati ismétlés a profi számára is rendkívüli volt. Nagyon sok ismerősöm van itt. A legrosszabb, hogy a zenészek 60%-át ismerem, de akiket nem ismerek, azok ismernek engem. És ez gáz. Mindenki azt várja, hogy nagyon jó lesz, és így is van. De ez azért más. Kicsit érett. Norvégiában voltam, ott énekeltem, s megismertem Pubit, aki most a dobok mellett ül, s fel sem ismertem. Nagy meglepetés ez. Sok család él együtt a zenével. A Baros családból származik az az egyedüli hölgy, aki a régi zenészek találkozóján nem csupán az életkor átlagon javított. A szombatesti akción édesapjával, Jancsival láthattuk a színpadon. Igyekszem formában tartani magam. Az én ötletem volt visszahozni apukámat a zene világába, hiszen egy kicsit megfeledkezett a zenéről, és éppen a zene iránti szeretetem által akartam őt visszacsábítani. Egyesek már nem emlékeznek rám, vagy éppen fordítva én rájuk.
de amikor bemutatkozunk egymásnak, visszajönnek az emlékek. Szüleim mindig magukkal vittek ezekre a közösségi eseményekre, máig tele vannak energiával, és én mindig örülök, hogy kölcsönösen energiát cserélhetünk. Thank you.